Sziasztok! Itt vagyunk Orosházán, innen fogunk indulni most a Balatonra. Egész jó helyzet tűnik viharvadászat szempontjából, úgyhogy reméljük, hogy fogunk is tudni elcsípni valamit. Azért elég messzire megyünk, hát meglátjuk. Jelenleg 3 autóval indulunk, illetve a csapat egy része már Keszthelynél van, úgyhogy mi is csatlakozunk hamarosan hozzájuk. Tartsatok velünk! Na, jelenleg Fonyódnál vagyunk. Van egy szupercell az országban, ami már Szombathely óta életben van, kb. Dél felé mozog, úgyhogy most egy kicsit kivárunk, és itt egy helyzetelemzés van, de indulunk is tovább. Úgyhogy jelen pillanatban vegyesek az érzelmeim, hogy ebből tudunk-e érdemi fogást itt véghez vinni. Elég messze vagyunk még sajnos, de majd meglátjuk. Na hát elég impozáns látványt nyújt, Nagykanizsa mellett vagyunk. És hát, igen. Nagykanizsa mellett, most ért ide a Gazprom. Gyönyörű. Itt a radarképen a nyíl vége mutatja a pozíciónkat, ahol voltunk. Most bemutatok nektek néhány képet, amit kidolgoztunk a helyszínről. Itt egyébként Nagykanizsa előtt már azért jelentősen gyengült a szupercella, úgyhogy nem ereje teljében sikerült elkapnunk, de szerintem azért így is elég szép látványt nyújtott. És a hátoldal még szintén valahol Nagykanizsa mellett egy gyönyörű szivárvány csapadéksávval, eszméletlen szép. Később a második érkező szupercellát még lenti előtt sikerült elcsípnünk, viszont erről már sajnos videó nem készült, nagyon rohanni kellett, éppen hogy az utolsó pillanatban értünk oda. Itt sajnos be is szorultunk, és nem is tudtunk már sajnos a cellával menni, dél felé próbálkoztunk a kitéréssel, de elkapott minket a csapadék, illetve be is halt utána a cella, úgyhogy ezek után itt most már feladtuk ezt a vadászatot. És ilyen 1 óra van, és hazaértünk egy sikeres vadászatról. Jó éjszakát!